Így van, gazdasági témával folytatjuk. Januártól 5%-ra csökkenhet a tartós tej áfája, tovább nő a kétgyerekes családok adókedvezménye, és több cégeket érintő változás is várható az adócsomag szerint. A tervezet szerint vendégünk a témában Boros Imre közgazdász. Jó reggelt kívánok! Kívánok! Menjünk sorban, arra kérem, kezdjük a tejjel. De kezdhetjük a családokat érintő dologgal, talán az többeket érinthet, az adókedvezmény tehát tovább nő. Igen, hát tulajdonképpen ugye a költségvetés az a állami pénzügyi intézmény, ami elosztja a állam által begyűjtött pénzt, az adó szabályok pedig beszedik valahonnét, jól össze a gazdaságtól a pénzt, illetve adott esetben terelgetnek is, így aztán, hogy ahol kedvezményt kapnak, ott valami fajta ösztönzésről van szó, a családok esetében ugye arról van szó, hogy akik gyereket nevelnek, azoknak a jövedelméből menni több maradjon a családnál. Ne az legyen, hogy elszedik a pénzt, aztán nagy kegyesen valamennyit visszaadnak, közben meg van egy nagy bürokrácia, ami esetleg elemészt egy csomó pénzt. Tehát itt ugye a kormány szociális politikája, népesedés politikája indokolja azt, hogy családokat támogassák, és akkor ilyen módon, a lehető legegyszerűbben oda kell juttatni, illetve onnét nem kell elvenni a pénzt, ahol jó helyen van. Hát most a két gyerekesek esetében van ez a kedvezmény. Ez éves szinten mennyit jelenthet? Ez éves szinten, ha jó szám, olyan 240 ezer forint, 20 ezer forint per hó, 12-ször 20, 240 ezer forint, ott marad a családnál, gyereknevelésre lehet fordítani direktbe, nem kell az államnál pitizni érte. Aztán a tervezetnek része a nyugdíjasok alkalmazásának könnyítése, és ez ugyancsak sok céget, sok nyugdíjast érinthet. Hogyne, hát itt tulajdonképp szinte egy komplex problémáról van szó, hogy eljutottunk oda, szinte hihetetlen, és még a 10 évvel esetelt, hogy lassan kifogyunk az alkalmazható munkaerőben. Ugyan van tartalék a gazdaságban számszerűen, de azok az igényét, amiket a gazdaság fölmérít, illetve hoz, azokat ebből az erőből nem mindig tudjuk kielégíteni. Hát legyünk egészen precízek, ugye ez a rendszerváltás humán amortizációja. Tehát kiestek a munkából ideje korán, nem képezték magukat, vagy nem foglalkoztak velük, meg aztán közben a feladatok, a szakmák is változtak elég rendesen. Hát csak annyit mondjak, rendszerváltáskor azért a komputer még nem volt annyira bevezetve, ma meg ma anélkül szinte semmi nem mozog, és egyéb dolgok. Hát egyre inkább össze kell magunkat kapni. Na most van egy csomó olyan nyugdíjas korú, akik egyébként szívesen dolgoznának. Hát ott valami kedvezményt kell adni, hogy egyrészt visszajöjjenek, és hasznos tevékenységet folytassanak a gazdaságnak, mert hasznosak tudnak lenni. Hát az ő foglalkoztatásukat is különféle kedvezményekkel, például a cégeket nem kell annyira a foglalkoztatás miatt különféle adókkal megterhelni, erről van szó. A tejáfája, a tartós tejáfája 5% lesz. A tejfogyasztást is növelheti, ezt gondolom, meg talán a hazai tejipart is védi. Hát természetesen, ugye egyrészt arról van szó, hogy amikor magas az áfa, akkor hát van egy kis vonzódás az áfa csalás irányába. De amikor 5%, akkor már azért nem érdemes szórakozni. A tej, értékesített tej nagyobb részének az áfáját már legkorábban csökkentették, de hát eléggé nő az a fogyasztói réteg, aki ezt a fajta UHT-nak nevezett tejet fogyasztja. Hát most rájuk kerül a sor, és ez gyakorlatilag zömében ármérslék, tehát fogyasztói ármérslékléssel is szokott járni, tehát kedvező az inflációra. Aztán van olyan döntés, illetve tervezet, ami a kisvállalkozások adómentességét érinti, majd ott följebb tolják a határt. Igen, gyakorlatilag ugye van Magyarországon egy halom, hát mininek mondanám, inkább ilyen mini vállalkozások, amikor ebből abból megér a család, nem túl nagyok az éves bevételek, most úgy tudom 12 millió forint, tehát havi 1 millió,
hát a mai viszonyok között ugye abban költség is van bőven, az nem mind jövedelem. Hát most miért szórakozzanak az áfával, írogassanak jobbra-balra olyan emberek, akik egyébként hasznosan el tudnák azt az időt máshol is tölteni. Az államnak se származik ebből olyan iszonyú többletbevétele, valami általányt fizetnek, és ezzel le lehet rendezni kb. 5-600 ezer egységet érint ez. Tehát az adminisztrációt? Az adminisztráció csökkenése az állam bevételi vágyait ez annyira nem zavarja, sőt szerintem egyáltalán nem, mert az általányt, amit majd ki kell csergetni, azt mindenki befizeti. Hagyjak békén, ezt én szívesen befizetem, de kell nekem havonta, attól függ, hogy milyen áfa körbe tartozik, ezzel a körmöléssel, akkor könyvelőt fog aladni, ugye, aki az persze pénzért csinálja. Tehát egy csomó fölösleges munkát, adminisztrációt ki lehet iktatni. Ugye egy tervezetről beszélünk, egyelőre még nem fogadta el az országgyűlés. Kik járhatnak a legjobban, ha ez a döntés megszületik? Hát nagyon sok ilyen foglalkozási ág van. Például ugye a mezőgazdasághoz kapcsolódó kisebb-nagyobb élelmiszertermelő dolgok, mint tömény tejtermelők, aki esetleg ezt földolgozza, piacra viszi, akkor a gyümölcsök, egyebek földolgozói, helyek közel egy-két kisiparos, vagy mit tudom én, kevésbé forgalmas szolgáltató, tehát többfajta. Körülbelül úgy számolom, hogy a jó félmillió, ha nem több eset van, az azért elég sok. Van olyan, aki nem jár jól ezekkel a változtatásokkal? Hát én nem hiszem, hogy hát aki esetleg vágyik egy kis bürokráciára, tegye fel a kezét, szerintem ilyen nincsen. Esetleg arról lenne szó, hogy hát aki 15 millió forint forgalmat csinál, az miért nincs benn? Esetleg ilyen merülhet fel, de az, hogy ja Istenem, én szeretnék oda visszamenni, hogy havi áfát csinálják, azt alig hiszem. Boros Imre, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.